azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó mérkőzést láthatott az, aki kilátogatott. Nehezen indult a mérkőzés, hiszen ugye volt egy nagy zivatar, de a nagy zivatar, én azt gondolom, egy nagyon jó játékot hozott. És mind a két csapat győzelemre játszott. Az első fél időben el kellett volna döntenünk, úgy érzem, a mérkőzés, hiszen 4-5 olyan lehetőségünk volt, hogyha ott 3-4 góllal vezettünk, akkor az is megérdemelt lett volna. A második fél időben ki tudott egyenlíteni a Debrecen. Emberhátrányba kerültünk, óriási felelőtlenség a játékosunktól, tehát ilyet nem lehet csinálni akkor sem, hogyha valamilyen meg van sértődve, hiszen ez a labdarúgásban benne van. De hozzáteszem, akkor sem adtuk föl, rendszert váltottunk, cseréltünk. Emberhátrányban volt 3 olyan lehetőségünk, amiből meg tudtuk volna szerezni a 3 pontot. Az is igaz, hogy a Debrecen előtt is akadt akkor lehetőség. Elégedett vagyok a csapat játékával, elégedett vagyok a hozzáállásával, hiszen szerdán egy kupadöntőn van túl a csapat, egy 120 perces kupadöntőn, és ahhoz képest azt gondolom, hogy akik pályára kerültek, mind akik a kupadöntőbe játszottak, és akik nem, maximálisan oda tették magukat, úgyhogy öröm volt nézni őket ma, hogy futballoznak, játszanak, és öröm volt azt látni, hogy minden áron nyerni szeretnének. Sajnos ez most nem sikerült. Sok sikert kívánok a Debrecennek az utolsó fordulóban, és még egyszer gratulálok a csapatomnak. Jó, kezdtük a mérkőzést, mégis mi kaptunk gólt. Ezt követően egy kicsit elbizonytalanodott a társaság, nem tudtuk úgy uralni a játékot, hogy szerettük volna. Fél időben tudtuk rendezni a sorokat, és a második játék részben azt mondom, hogy nagyon jó felfogásban játszott a csapat, egy nagyon jó mérkőzésen jó teljesítményt tudtunk nyújtani, sikerült is egyenlíteni. Volt több helyzetünk, lehetőségünk, sajnos nagyon sok jó kapralövésünk volt, sajnos a győzelmet nem sikerült bevinni, győztes találatot bevinni, de azt gondolom, hogy ez a mérkőzés teljesen más volt, mint a múlt hetén. Nagyon jó hozzáállással játszottak a játékosok, és úgy érzem, hogy különösen a másik fél időben jól játszott a csapat, és hát azt is látni kell, hogy egy nagyon jó ellenfél is volt a pályán. Én gratulálok a játékosoknak, és azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy kezdőcsapatban 8 helyi kötődésű, saját nevésű fiatal volt, és még a másik fél időben állt a Berecki, tehát 9 debreceni fiatal szerepelt a mai mérkőzésen, és azt gondolom, hogy mindannyian megtették a magukét. Illetve az egész csapat is. Én azt gondolom, hogy több helyzetünk volt ezen a mérkőzésen, több veszélyszituáció volt. Úgy érzem, a Hegedűs azért többször bravúrral védett, de teljesen mindegy, hogy az ember mit mond, hogy reális vagy nem reális, döntetlen született, el kell fogadni. Nagyon szeretnénk volna győzni, egyébként mind a két csapat győzelemre játszott, és azt gondolom, hogy egy jó mérkőzés kerekedett ebből a találkozóból.